A Dorogi Márton Városi Művelődési Központban tartott lakossági tájékoztató előadást a Szajol-Püspökladány vasútvonal felújítási munkálatokban résztvevő kivitelező a KP 2011 konzorcium április 17-én. A napokban ugyanis elkezdődtek városunkban is a munkálatok, a Mikszáth-Kálmán utcai gyalogos kerékpáros átvezetést biztosító vasúti aluljáró építésével. Az érintett városrészen lakók ugyan nagyon várják, hogy megépüljön az aluljáró, ám számos kérdés merült fel bennük az építkezéssel kapcsolatban. A Mikszáth utcában lakunk, és mivel vágányfelújítás van, hogy aluljárót építenek, érdeklődni szeretnénk, hogy mi is lesz a következménye. Úgy néz ki, hogy eddig le van zárva, vagy le lesz zárva több hónapig. Mondjuk nekünk egy kerülő, de hát biztos meg fogja érni. Egy az, hogy fejleszte a város infrastruktúráját is, ha ki tudom mondani. A másik pedig az, hogy a kerékpárosoknak, meg a gyalogosoknak könnyebb helyzetük van, mert sokszor a tehervonatok mennek, ott 5-10 percig le van zárva sorompó. Úgyhogy hamarabb hazér mindenki, meg egy az, hogy nem balesetveszélyes, biztonságosabb a gyerekeknek és felnőtteknek is. Azon a környéken lakunk, és így érdekel, hogy mi fog ott történni, meg hogyan fogják ezt végrehajtani, ezt az átalakítást. Nem tudom, hogy ott azzal a másik átjáróval, ami a Balaton utca közepetáján van, hogy azzal mi lesz. Úgy gondolom, hogy nem szűnik meg, de szeretnék erről bizonyosságot szerezni. Ahol mi lakunk, az egy kicsit így el volt zárva a Ladánytól, amiatt, hogy ott voltak a sorompók, és esetlegesen meg kellett állni, néha egész sokat kellett várakozni. Tehát könnyebb lesz nekünk közlekedni, meg esetleg másoknak is arra felénk. Én ott lakok a Darányi telepen, és érdekelne engem ez a tájékoztató, hogy mégis hogy lesz megoldva ez a közlekedés. Mindenféleképpen meg kellene oldani ezt a közlekedést, mert a gyalogosok, biciklisek szempontjából ugye elég nehéz a átjárás a vasútvonalon, tehát ez mindenféleképpen könnyíteni a lakosságnak a közlekedését, tehát ez nagyon fontos lenne. Sokat kellett várni az átjárónál, elég sűrűn jöttek a vonatok, és hát ugye ebből a szempontból nehéz a közlekedés. A lakossági tájékoztatón televíziónk is jelen volt, ám felvételt nem készíthettünk az előadásról. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szigorú nyilatkozati rendje alapján a projektvezetők nem jelenhetnek meg a sajtóban, tájékoztatta televíziónkat Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs vezetője telefonos interjúban. A projektvezetőink beszélnek, tehát ilyenkor ők tartanak egy tájékoztatást a fórumon a lakosság számára, és ők egyébként a NIF-ZRT-nek a nyilatkozati szabályzata alapján nem nyilatkozhatnak a sajtónak. Ezzel őket vonják veszélybe, hogyha ilyenkor az ő ezeket a fórumokat felveszik, és utána a sajtóban leadják, ezzel a mi kollégáinkat vonják ezáltal veszélybe. És ezt mi szeretnénk elkerülni. Mivel a kivitelezőket nem kérdezhettük meg, és a tájékoztatót sem tekinthettük meg, Lopper Dánielnek tettünk fel kérdéseket a Szajol-Püspökladány vasútvonal felújítási munkáival kapcsolatban. A városunkat érintő első munkálatok tehát már megkezdődtek a Mikszáth-Kálmán utcán, ahol egy 4,2 méter széles, gyalogos, kerékpáros átvezetést biztosító aluljáró építése zajlik. Ugye a Mikszáth-Kálmán utcai gyalogos és kerékpáros átvezetést biztosító aluljáró, ugye itt a Kisújszállás és a Püspökladány pálya felső vezeték építése is a projektnek a része, amely 2011. június 10-től a tervek szerint 2013. október 3-áig fog tartani. Itt a Mikszáth-Kálmán utcai gyalogos és kerékpáros átvezetést biztosító aluljárónak ugye a kivitelezés ütemezése szerint 2012. december 4-éig kell készülnie. Ez az átjáró előre láthatólag 2012. június 17-éig le lesz zárva a közlekedők előtt. A terelés ez idő alatt jelzőtáblás forgalom irányítás mellett történik, a Kisferenc utcai vasúti közúti átjárón keresztül lehet megközelíteni az érintett település részt. A Szajol-Püspökladány vasútfejlesztési projekt legfontosabb célja, hogy 160 km/h sebességre alkalmas vasúti pályát építsenek meg. Ezen a 70 km-es szakaszon három közúti alul járót, egy felüljárót és egy gyalogos kerékpáros aluljárót építenek. Ebből egy a Mikszáth-Kálmán utcán épül jelenleg, egy közúti aluljáró pedig később a Baross Gábor utcai vasúti kereszteződésben valósul meg. Ugye itt a Püspökladányt érintő átépítést a két részre lehet osztani. Magán a Püspökladány területen lévő a vasútállomáson kívülre eső vágányszakaszokat, azokat 2013. évben fogjuk átépíteni,
magának a püspökladányi állomásnak az átépítése, amely magában foglalja a püspökladányt állomást érintő vágányhálózatot is, ez ütemterv szerint 2014 évben megy majd végbe a Baross út, hogy a Baross Gábor úti vasutat külön színben keresztező közúti aluljárónak a kiépítésével együtt. Tehát összesen két aluljárót építenek városunkban a projekt részeként, ám a vasútvonalat szintben keresztező többi átjárót is átalakítják, hogy biztonságosabb legyen a síneken történő áthaladás. A megmaradó vasúti közúti átjárókat is korszerűsítjük és át fogjuk építeni. Új gumi elemes burkolatot alakítunk ki, amely ugye csökkenti a rezgés számot és a zajterhelést is egyaránt. Valamint ugye az útpályához egy szabály szerinti süllyedésmentes kialakítást építünk, valamint ugye hát a sorombókat is korszerűsíteni fogjuk. A vasút fejlesztés részeként a felső vezetékeket, a biztosító berendezéseket és az érintett vasútvonalon lévő állomásokat is korszerűsíteni fogják. Emellett a lakosság nyugalmának biztosítása érdekében 1500 méter zajvédő falat építenek, illetve nyílászáró cseréket hajtanak végre néhány lakóházon. A vasútállomás átépítéséhez kapcsolódóan ugye egy összefüggő vágányzárat igénylő állomást felülő átépítése 2014 tavaszától várhatóak majd, azonban az előkészületi munkák, itt a közmű és a kábelvédelemre gondolok, már 2013 éve megkezdődhetnek. A zajvédő falokat tekintve a vállalkozó szerződésnek értelmében püspökladányban összesen több mint 1500 méter hosszban fognak zajárnyékoló hangfogó falakat építeni, valamint 5 darab épületnél végeznek el nyílászáró cserét, ezt is zajvédelmi okokból teszik meg, amelyeket ugye előzetes felmérések és a jóváhagyott tervezések alapján határozták meg, hogy melyek azok az épületek, ahol szükség van ilyen beavatkozásra. Ugye a tervek szerint a zajvédő falak a vasúti pálya átépítése alatt már épülnek, azaz a nyílt vonalra eső szakaszokon 2013 márciusában, az állomásra eső részeken pedig 2014 augusztusában fog sor kerülni. Az átépítésekben szerepel többek között a Zalkamáti utca folytatásában lévő vasbeton víz áterez felső részének cseréje, valamint az ehhez csatlakozó vízfolyások meder rendezése is meg fog történni. Ezt az építményt a zárt kertek felé közlekedők átjáróként használják. A projekt részeként a Mikszáth Kálmán utcát a 4-es számú főúttal össze fogják kötni. Jelenleg azonban az aluljárót építik ezen az útszakaszon, a vasút felújításban szereplő pályaszakaszon azonban már megjelentek a vágány átépítő gépek is. A munkaütemezés alapján pedig hamarosan a karcagi és a kisújszállási állomások átépítése fog zajlani.